A kijárási tilalom első éjszakáján az ételfutárok és a taxik uralták Budapest utcáit, ahonnan 8 órakor percek alatt tűntek el a járókelők. A szigorítás fontosságáról hiába esett sok szó az elmúlt napokban, ugyanis közel 1200 alkalommal volt szükség rendőri intézkedésre. 7 óra múlt néhány perccel. Budapesten a keleti pályaudvarnál tucatnyi ember siet a vonathoz. Alig egy órájuk van hazaérni a kijárási tilalom kezdete előtt. Bevásároltam. Ez a férfi tolmácsként dolgozik, és elmondása szerint sokszor csúszik a munkája. Azt mondta, nem tudja pontosan, hogyan tudna hazajutni, ha 8 óra után végezne. Nem tudok, milyen tömegközlekedési eszközzel tudok hazajutni. Hát járnak buszok meg minden, de most így elég furcsa a helyzet. Pedig sem a volán, sem pedig a MÁV, de még csak a BKK sem ritkította járatain. A város egyik legforgalmasabb csomópontján 3:48-kor még nehéz volt elképzelni, hogy néhány perc múlva kiürül a tér. Szerda este van és egy perce múlt 8 óra, tehát akik az utcán vannak, azok valószínűleg már igazolással rendelkeznek és úgy próbálnak meg hazajutni, mert hivatalosan kijárási tilalom van és senki nem közlekedhet már az utcákon. Ehhez képest itt vagyunk a Blaha Lujza téren, és valóban jóval kevesebben vannak, mint egyébként szoktak lenni ilyenkor. Ahhoz tudnám hasonlítani nagyjából, mint hogy a hétköznap éjszaka 2-3-4 óra felé lennénk. 8 óra után a mellékutcák szinte teljesen kihaltak. A főbutakon főleg ételfutárokat lehetett látni, bár az iparág amúgy is felszállóágban van, rajtuk kívül pedig szinte csak taxik közlekedtek a belvárosban. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint rossz helyzetben vannak a sofőrök. Tavaly ilyenkor még 10,5 ezren voltak az utakon, idén már 5,5 ezren vannak országszerte. Olyan utasok maradtak, akik esetleg munkabejárásra vagy munkabejárásból használják a taxit, vagy valami nagyon fontos olyan helyzet van, hogy kórházba kell vinni hozzátartozójukat. Azt mondhatom, hogy 70%-kal visszaesett a forgalom az előző napokhoz képest. Stábunk 8 és 10 óra között néhány intézkedő rendőrjárőrrel találkozott. Több hírportál azonban beszámolt arról, hogy tekeseket és több tucat fegyveres katonát is látni lehetett az utcákon. Az operatív törzs tájékoztatása szerint a kijárási tilalom megszegése miatt 1166 esetben intézkedtek a rendőrök. Ebből 143-an csak figyelmeztetést kaptak, viszont közel 370 esetben szabálysértési feljelentés is történt.